Nagy volt az érdeklődés a standoknál az idei fajta és technológiai bemutatón Gyulatanyám. A gazdák számára a mezőgazdaságban leginkább az időjárás jelenti a folyamatosan változó és kiismerhetetlen veszélyforrást. Ezért fontos, hogy az új fajták mellett a hozamnövelő és a növényvédő szereket is megismerjék a termelők, hangzott el a rendezvényem. A mai nap elsősorban a gazdálkodók termelők felére van ez a bemutató, ez őszi káposztarece, illetve kalászos kísérlet, ami van a tritikálé, rozs, búza, árpa. Ennek az a lényege, hogy az új fajtákat, a repcibilit vagy hibrideket, hogy minél jobban szélesebb körbe ismerjék meg a gazdálkodók, illetve a termés hozamnövelő szerek, illetve műtrágyákat forgalmazó cégek mind jelen vannak a mai bemutatón. A termelés biztonságra való törekvés elengedhetetlen a gazdák számára, ezt Rácz Imre mondta el a bemutató rendezvényen. Elhangzott, a nemesítő cégek egyre inkább télálló és szárazság tűrő növényeket fejlesztenek ki, amelyeket a gazdálkodóknak feltétlenül meg kell ismerniük. Ebbe a rohamosan változó világban, amikor az időjárásban ilyen tényezők vannak, hogy egyik nap az aszály ellen küzdünk, a másik nap meg sokat csapadék, illetve a hideg meg a meleg, minden baj bekövetkezik a mezőgazdaságban. Ha a termelés biztonságra akarunk törekedni, akkor igenis érdeklődést kell mutatni az új fajtákkal kapcsolatosan, és azokhoz az ismereteket egy ilyen tájékoztatom, vagy ilyen bemutatón tudjuk, illetve ismerhessük meg, hogy ennek az aszályos időszaknak, ami már évek óta kísér bennünket, mi tud leginkább megfelelni, úgyhogy mégis optimális betakarítás történhessen meg. A rendezvényen tartott beszámolókon elhangzott, a tavalyi év kiemelkedő termést hozott, viszont az idei első negyedévben nem kedvezett az időjárás a mezőgazdaság számára. Az elmúlt hetekben érkezett csapadék mennyiség viszont ismét új lendületet adott a kultúrnövények fejlődéséhez, a szakértők szerint így még lehet jó a termés az idei évben is.